Szép nemes dolog, ez egy nagyon nemes pálya, csak piszkos módon nehéz, de néha vannak gyönyörű alkalmak és ünnepek, ami felbuzdítja az embert, hogy de tovább és tovább. Ez egy ilyen pálya, ilyen Libitjóka. Az én életemben volt egy olyan dolog, ami miatt azt kell mondjam, hogy nagyon nehéz, nincs kibiztosítva senki. Nekem nagyon nagy sikereim voltak, mit tudom én, 88 után, vagy hogy arrossebben, amikor ide jöttem, és én voltam My Fair Lady, meg Kaktuszvirága, meg Mágnás Piska Marcsa, meg minden istennyila, nagy sikerem volt, rám kerestek darabot, és egyszer csak jött három fiatal legényke a színművészetéről, és kitettek a színházból. Akkor kaptam három kitüntetést egyébként belterjes üzemben, tehát a színészek rám szavaztak, hogy én vagyok a legjobb színész, vagy valami, tehát ezt csak azért mondom, hogy milyen kontraszt volt ez, meg az egész vidék, hogy én vagyok a kedvenc színésznője, miközben meg kirúgtak, és elvettem a francba, 11 évig nem voltam a pályán. Erre utaltam, csak nem akartam túl sokat erről beszélni. Azért mentem a Margarétába tanítani, meg ott volt Kecskeméti TV-ben is voltam, meg egy művészeti iskolába Cegléden tanítottam. Tehát én feltaláltam magam, de azért eltelt egy csomó idő, mire feltaláltam magam egy színésznő, hova menjen, hogyha kiveszik alól a szakmát. És nem hibáztam, én ebbe belepusztultam. Szóval ez nagyon kemény dolog. 40 éves koromban, amikor még slank voltam, mint a sikló, és kérem szépen, kirúgtak, és megtehették. Azért mondom, hogy olyan nehéz, hogy nagyon ilyen meg olyan. De akkor még nem volt ennyire szokványos ez a kirúgdabugra. Most már inkább ilyen piszok világban élünk, de akkor azért mindenki meglepődött. Leginkább én bánatomba félrömentem, és ilyenek. Nagyon érdekelnek az emberek, és én tanár is akartam lenni, és nagyon jó hatásra vagyok, így az embereket tudok tanítani. Kicsiket, nagyokat, én már bölcsödébe is tanítottam, a öregek otthonába is, a kicsit szellemi fogyatékosoknál is, mit tudom én, tehát nagyon sok helyen is általános iskolásokat is tanítottam, 17 éves csávókat, akiket alig lehetett összeszedni, nekem az kihívás, és tudok akkor adni, van bennem egy ilyen terézanya dolog, de tényleg, és akkor marhá arra tetszik, hogy valakit felállítok, meg bekebelezek, és jön velem, és színházat tudok vele csinálni. És kihozom belőle azt, ami van. Tehát, mink a Margaréta otthonnal piszok sokat nyertünk, mindenféle seregszemlébe, ki mit tudom, tehát minden fakban mindent nyertünk. Szólóénekben színházat csináltam velük, a Mágnás Miskát, egyik kacskáblábú volt, 80 éves, mint a másik. Figyelj, olyan sikerünk volt, hogy baromira ezt nagyon díjaztam. Ez éltetett, tudod? És gondoltam, hogy most tanár leszek, akkor az vagyok. És akkor tanítottam színművészetre, be nem jutott 18 éves gyerekeket Patkosírmába, Cegléden, és azokkal is csináltam Maját, meg Rómeus Júliát, meg minden, meg mondom, szellemi fogyatékosokkal is foglalkoztam, és nekem az kihívás, hogy azokból csináljak valamit. Úgyhogy, és ezt csak visszahítak, mert nem voltak jelénekei a, mit tudom én, a rossz sem tudja majd, mibe a kommunista asszonyt. És akkor meglepődtek a nézők, mert addigra kipendültem, nem kicsit, 11 év után. Azt mondták, ez nem csomort, Erike. Mert addig jött, tehát én szubret voltam, utána meg ideg, beteg. Tehát teljesen más embert kaptak a nézők. Nem mondom, hogy nem kampósodtam ki utána, tehát ezt fel kellett fogni, hogy most mi van, és merre menjek, de nem mentem, meg voltam sértődve, nem mentem semmilyen színházhoz, hogy majd én vegyenek fel. Én nem mentem, kész. Ilyen a szakma, én nem foglalkozok vele. De aztán marhára nem tetszett, hogy például az anyósom ment aranypáva körbe énekelni, én meg mosogattam otthon, meg főztem nekik a kaját. Mondom, ez valahogy ez nem nyerő. Az öreg asszony énekel, tudod, a páva körbe, én meg ott mosogatok meg. Úgyhogy felálltam. Abba adtam a házasságot, nem tetszett nekem az. Visszajöttem ide, és akkor, mert ez baja, sükösdöm volt. És visszajöttem ide, és akkor kezdtem el tanítani, és így megtaláltam az utamat. Szóval ez nekem nagyon fajn volt, mert adtam, boldoggá tettem az öregeket, te! Kipendültek a kezeim alatt, figyelj! Volt egy csávó, 82 éves, betetettem a fogát, feladtam rá egy ilyen gyönyörű bon vivant övet, szakadtak érte a nők, figyelj, egy rózsa száll szemben beszél, adtam neki egy rózsát, haigált az asszonyok közé, tehát halálra voltak szerelmesek mindenki. És hogyha nem mentem, mondta az igazgatónő, hogy megfeketedik a szája. Tehát menjek, mert jót teszek a embereknek, tudod-e? Tehát igen, mert felállítottam őket, és minden verset megnyertünk, állandóan jöttünk haza serlegekkel, virágkosarakkal, csokrokkal, mindent. Hát hatalmas sikerélmény volt, hogy az embereket felemeltem, kipendültem.
felnőttek, mondom, meg fiatalodtak, érted? Komolyan, színjátszót csináltam el, ez regi színházat.